Én Katalin vagyok, és ma a bizalomról szeretnék beszélni. A bizalomról világjárvány idején. Két szögesen ellentétes alapállás lehetséges itt. Magamban bíztam elejétől fogva, kezdi József Attila a Kész a leltárt című versét, és te benned bíztunk elejétől fogva, kezdi a zsoltáros a maga vallomását Istennek, a 90. zsoltárt. Magamban bízni, vagy Istenben bízni? Mit mondjunk hát? Először is hallgassuk meg a két költeményt. József Attila, Kész a leltár. Magamban bíztam elejétől fogva, ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam. Születtem, elvegyültem, és kiváltam. Meg is fizettem, kinek ahogy mérte, ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát, okos urak közt játszottam a bambát. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogy lesz, immár kész a leltár, éltem, és ebbe más is belehalt már. 90. zsoltár, részlet. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, te öröktől fogva mindörökké vagy, ó Isten! Te a halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, emberek fiai, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrségváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80. És nagyobb részük hiába való fáradtság. Oly gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Legyen láthatóvá a te műved szolgáidon, és dicsőséged fiaikon. Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Magamban bíztam elejétől fogva. József Attila költeménye a modern ember magabízásával indul. Olyan életfelfogással, amelyet mára a világjárvány váratlanul egyik napról a másikra felülírt, összezúzott. Világunk egy csapásra megváltozott. Többé nem az a viszonylag biztonságos, jól szervezett, látszólag kontrollált rend uralja, mint ahogy eddig hihette a nyugati ember. Ez az ember nem bízhat többé abban, hogy találékonysága, leleménye, technikai találmányai, zsenialitása révén mindent megtehet, amit akar,
legyőzheti a körülményeket, teljes kényelemre és magas életszínvonalra rendezkedhet be. Ez az út nem járható többé. A készeleltár úgynevezett létökszegző költemény, a születéstől a halálig ível. Születtem, elvegyültem, és kiváltam, így kezdődik. Éltem, és ebbe más is, belehalt már, így végződik, születés, halál. Létösszegzőnek nevezzük azokat a verseket, amelyekben a költő a maga életútjáról, vagy általában az emberi életről, annak esélyeiről és értelméről van. A világirodalomban és a magyar irodalomban pedig különösen sok ilyen költeményt írtak Balassi Bálint óta. Olyan költők, mint Vörös Marti, Arany János vagy Babits Mihály. A világirodalom egyik legmélyebb létösszegző verse mégis a Biblia imént hallott 90. zsoltára, amely Szenci Molnár Albert 17. század elején alkotott átdolgozásában kezdődik így, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Ezt a zsoltárt írja át, ezzel pöröl, ezt fordítja visszájára József Attila a kész a leltárban, rögtön a nyitósorban. Magamban bíztam elejétől fogva. És a folytatás is lényegileg az egész vers a 90. zsoltár ellentéte. Mindkettő arról szól, hogy micsoda és milyen az ember élete. József Attila saját életéről van, a zsoltáros az emberi életről általában. Mindketten tudják, hogy az élet végzetszerűen el van jegyezve a halállal. Az ember ideje rövid, és még ez a kevés idő is fájdalmakban, szenvedésben, nélkülözésben telik, egészében pedig tökéletesen értelmetlen, hiába valónak tűnik. Ezt a fájdalmas tényt alig ha tagadhatjuk, de hát mihez kezdjünk vele? Mindkét költemény számvetés. A zsoltáros Istennek ad számot az életről, a magyar költő önmagának, számadást, a szószoros értelmében, leltárt készít életéről, ahogy a cím is kifejezi. A zsoltáros keserű gondolatai közepette is egy közösség részének tudja magát, hiszen hát többes számot használ. Te benned bíztunk, még a magyar költő egyes egyedül van. Magamban bíztam. Radikálisan ellentétes a bizalom iránya tehát, eltérő a két költő önfelfogása, és ellentétes a két költemény lezárása. Az életet a zsoltáros is éppen olyan sötéten látja, mint a magyar költő. Mégis az imához folyamodik, Istenhez fordul. József Attila pedig nem imának, hanem leltárnak minősíti versét, életét érdektelen dolgok afféle raktárának, melyben az események, az emberi kapcsolatok nem többek, mint tételek egy leltárkönyvben. Életem alapja, mondja ezzel szemben a zsoltáros, mégis minden szenvedés és értelmetlenség közepette is Isten. Ő benne bízom, ő benne bíztunk, bízunk, sokan. Hát én aztán nem, mondja a magyar költő. Én magam vagyok életem alapja, magamban bíztam elejétől fogva, és azzal, hogy helyt álltam-e az életben, emberi kapcsolataimban, munkámban, egyedül magamnak tartozom elszámolni. Ő így látja a helyzetét. De mivel indokolja az alapállását, az egyik, és mivel a másik ember? József Attila indoklása, hát eléggé közhelyes. Azt mondja, magamban bíztam. Miért? Mert, írja, ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek, semmiképp se többe, mint az állatnak,
mely elhull örökre. Amikor a zsoltáros indokolja meg, hogy ő viszont miért Istenben bízik, a maga döbbenetes egyszerűségében, nyomban a tövénél, a lényegénél ragadja meg a dolgot. Isten örökké valóságánál. Miért Istenben bízom? Nem másban, és végképp nem önmagamban. Azért, mondja, mert mielőtt a hegyek lettek, a föld és a világ születtek, öröktől fogva mindörökké te vagy, ó Isten, te vagy. Nem azt mondja, hogy mielőtt a teremtés lett, te már voltál, nem. Isten nem a töredékes, múltra, jelenre, jövőre töredezett földi időben létezik, mint az ember, vagy mint a teremtés dolgai, hanem a kezdet és vég nélküli örök jelenben te vagy. Ő a lét, az abszolút, a feltétlen, a tökéletes lét, az emberi létezés egyetlen szilárd alapja, és ezért bízik benne a zsoltáros, ezért bízik benne, aki ma benne bízik. Ennyire egyszerű, és ennyire mély, és elkerülhetetlenül a fülünkbe cseng egy áthallás, egy másik fenséges szó, Jézusé. Azt mondja, mielőtt a hegyek lettek, te vagy, így a zsoltáros, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, mondja Jézus, minden létezés isteni alapja. De nem csak napjainkban tapasztaljuk meg keservesen, hogy a magamban bíztam alapállása mennyire szánalmas vesztésre van ítélve. Nem indokolja-e magabízást az sem, amit József Attila elmond a maga életéről, csupa csőd, sikertelenség, kisszerűség, kudarc. Hát mire ment ezzel? Mi ennek a magabízó életnek a tartalma? Ha féltem is, a helyemet megálltam, születtem, elvegyültem és kiváltam. Féltem. Ez a költő első szava az életről, a félelem, és hát mi más lehetne? Az alapját vesztett lét, félelme. Ez a tárgy nélküli, ok nélküli, ős félelem. És ennyi. A helyemet megálltam, születtem, elvegyültem, és kiváltam. Kiktől? Hol? Mikor születtem? Nem érdekes. Kikkel vegyültem? Kik közé vegyültem el? Ez sem számít, amint az sem, hogy mit jelent itt az, hogy kiváltam. Mivel váltam ki? Betegségemmel? Vagy tehetségemmel? Szinte közömbös már. Az emberi kapcsolatok pedig a tartozik követel rubrikáival írhatók le. Meg is fizettem, kinek, ahogy mérte. Vagy a szerelem? Hitegetés és képmutatás. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedve. Hazugságok, merő hazugságok. Az élet cserebót, a megélhetésért el kell adnod, amit van, ami kerendő, amit megvesz a jó nép. Árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset. Mikor mi volt könnyebb? Vásár az élet, meg a beilleszkedés, a viszonyokba való belesimulás, alantos művészete, okos urak között játszani a bambát. És mindezek után mit remélhet a magabízó ember? A vég, végleges és kikerülhetetlen. És nem az a kérdés, van-e valami a halálon túl, a kérdés csupán a halál módja. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem. Néha ezt remélem. Akárhogyan lesz immár, kész a zsoltár. Akárhogyan lesz immár kész a leltár, éltem, és ebbe más is belehalt már. Igen,
És hát ki ne halna bele ebbe az életbe, ki ne halna bele abba, hogy értelmes életet szeretne élni, de nem tud. Így tehát József Attila. Az ember földi kilátásait illetően a zsoltáros is mélységesen borulátó, szögezzem le, az életet ő is romlásnak kitett, önmagában értelmetlen dolognak látja. Úgyhogy sokan a 90. zsoltárt a mulandóság énekének tartják. De ez nem, szóval ez egyoldalú. Inkább én mégis zsoltárnak nevezném. Mégis zsoltár. Több ilyen mégis zsoltár is van a zsoltárkönyvben, és ezek mind, de mind azt példázzák, hogyan lehet reálisan szembenézni az élet brutális valóságával, a gyöngeséggel, a tehetetlenséggel, a hiába valóság érzésével és a halállal úgy, hogy emberi méltóságunk mégis megmaradjon, hogy az ember mégis méltó maradjon az ember léthez, méltó teremtőjéhez. Hogy ha még oly megviselt, gyűrött, karcos, kormos, pecsétes képmás is, mégis az ő istenének a képmása legyen. Hogyan? A földi élet sötét szemlélete tehát nem idegen a Bibliától, meg a zsoltárostól, ám egészen más szintű ez a látás, mint a magyar költői. Az ember életről a 90. zsoltár nem azt a közhelyet mondja, hogy véges, meg hogy rövid, nem. Úgy beszél, ahogy egy nagyon öreg ember halála közelettével látja elmúlt életét a vége felől. Nem az a lényeg, hogy az élet objektíve rövid, hanem az, hogy a vége felől visszatekintve tűnik egyetlen pillanatnak, akkor is, ha akár 70, 80 vagy még több évig tartott. Olyannak látszik, mint az egynapéltű fű, mint a röpülés, mint a sóhajtás, és főleg pedig irreálisnak tűnik. Nem valóságosnak, hanem mintha álom lett volna. Így ír. Ha elragadod őket, Isten, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, mely reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Olyan gyorsan eltűnnek, mintha röpülnénk. Hát ez döbbenetes. Az élet, mint álom, fű, sóhajtás, röpülés. Ezek félelmetesen nagy metaforák, és halálosan pontos metaforák. A földi élet, mint az álom, nem valós. Mint a fű, mely virágzik, majd elszárad, mint a sóhajtás, a légfuvalom, üres, tartalmatlan légfuvalom. Miután az ember leélte, az egész valahogy nem tűnik valósnak, vele történtnek, hanem olyannak, mintha csak álmodta volna. Hát ilyen az élet, ám ez a rövid élet ahhoz mégis elég hosszú, hogy az ember testileg, szellemileg leromoljon, elgyöngüljön, megbetegedjék, megropkanjon, megcsúnyuljon, elszáradjon, mint az egynapéltű virág. És, teszi hozzá a zsoltáros, mindez merőben értelmetlennek látszik. Értelmetlen. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, hát 80, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan élet ez, amelyből Isten szánakozva, szinte a fejünket simogatva szólít ki. Te a halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Nem jó nektek túl sokáig élni e földön, leromolva, szellemileg leépülve. Nem jó nektek túl sokáig időzni egy olyan életben, amilyen a bűn után rátok vár. Hát lássátok be, embernek fiai, nem bírjátok tovább, elég volt. És gyertek haza én hozzám.
A zsoltáros ilyennek látja az életet. A felszínen József Attilához hasonlatosan, de mégis mennyire más ez a látás. Ha az élet rövid és szenvedéssel teli, ha az ember az idő előrehaladtával egyre romlik, hát akkor ugyan vajon adhat-e mégis valamiféle értelmet életének, egy ilyen életnek? Ez az a bizonyos nagy bibliai mégis, mely ott van minden szenvedő ajkán. Errefelé tapogatódzik a 12-es verstől az imakérések sora is. Közülük csak hármat emelek most ki. Az első: taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A bölcsesség talán a legfontosabb erkölcsi érték a Bibliában. Nem elméleti tudás, hanem az élet alapválasztásaiban igazít el. Nem más a bibliai bölcsesség, mint Isten szemével látni és értékelni az életet, ahogyan ő értékeli. A bölcsesség olyan, mint egy vezérlő központ, jó irányba igazít minden más egyéb értéket. Mert hiszen nagy erény a szeretet, de mit ér, ha nem helyesen, nem helyes irányban gyakorolják, amint oly sokszor megtörténik. Vagy mire lenne jó a türelem, a szelídség, a megbocsátás, az irgalom, a szerénység, az alázat, ha nem irányítaná őket a bölcsesség vezérlő központja? Hát ilyen bölcsességet kér a zsoltáros, és ez az, amivel mégis értelmet adhat az oly értelmetlennek látszó életnek. Második kérés: legyen láthatóvá a te műved szolgáidon, és dicsőséged az ő fiaikon. Hát mi az, hogy Isten műve, meg mi az, hogy Isten dicsősége? Isten legcsodásabb műve az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, és a zsoltáros pedig itt azt kéri, hogy ez az Isten hasonlóság legyen láthatóvá rajta. Életén, cselekedetein, jellemén. És Isten dicsősége pedig, ahogy Iréneus egyházatya zseniálisan megfogalmazta, nem más, mint az élő ember. Így mondja röviden, hogy Isten dicsősége az élő ember. Az az Istennek a dicsősége, hogy mindannak dacára, ami éppen ebben a zsoltárban is elhangzott, az élet rövid, keserű és hiába valónak tűnő mi voltáról, ő mégis képes bűnösből igazzá tenni az embert, ezáltal élővé tenni őt, a maga boldog örök életében részesíteni. Na, ez az ő dicsősége. Harmadik kérés: kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Ezt a kérést a költő olyan lényegesnek tartja, hogy kétszer megismétli. Persze nem azok a tárgyi dolgok lesznek állandóvá a világ végéig, amelyeket szó szerint kezünk munkája formált egykor. Hát nem, azok mind elmúlnak. Legkésőbb, mikor a jelen világ véget ér. Szóval nem, hanem a munkánkba, minden tettünkbe beleépített spirituális, lelki, szellemi tartalom. Ezt teszi Isten állandóvá nékünk. Házat építünk, széket, asztalt faragunk, kenyeret sütünk, mikrocsippet gyártunk, és ezek elmúlnak egyszer. Hanem a beléjük épített szeretet, gondoskodás, figyelem, tudás, az nem múlik el. Az valamilyen csodálatos módon megmarad mindörökké. Ezért logikus a kérés, és ezért kérjük mi is a zsoltárossal együtt. Istenünk, kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Ámen. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.